A bányász szakszervezet megalakulásának 100. évfordulójára emlékeztek ma délután a Kertvárosi Bányászművelődési Házban. Büszkék vagyunk arra, hogy most ünnepeljük 100 évét fennállásunknak, és azok ellenére, hogy sajnos a magyar bányaipar, az ásványi nyersanyag hasznosítás visszaszorult az elmúlt évtizedekben, szakszervezetünk jelen van, szervezet több mint 24 ezer tagja van, úgyhogy a mai ünnepség is bizonyítja, hogy a mindennapokban is igyekszünk segítséget nyújtani a tagjainknak. A bányász munka mindig is megkövetelte, a föld alatt is, a külszínen is, hogy odafigyeljenek egymásra a bányászok, hogy ne következzen be baleset, hiszen a természet mindig tudott váratlan helyzeteket teremteni. És ebben a vonatkozásban a mi szakmánk egyedülálló, az egymásra történő odafigyelés mindig is kiemelkedő volt, és Tatabányán is bizonyítja a történelme a városnak, hogy a bányászat adott is a településeknek kultúrát, művészetet, sportot, vallást és közösségeket. Tehát mi szakmánk azért olyan volt, hogy ez kisugárzott a lakótelepülésekre is. Ez az összefogás, ez az odaadás, ez az egymás iránti megbecsülés. Zambó professzor úrnak egy gondolatát idézném, aki azt mondta, hogy amíg ember lesz a földön, lesz bányászat is. Ez abból az egyszerű logikából fakad, hogy az ásványi nyersanyagok kellenek a mindennapokhoz, a mindennapi élethez. Gondoljon bele, hogy bármelyik használati eszköz, vagy éppen az építőanyagok mind-mind a bányászathoz, a szakmához kötöttek. A BDS Tatabányai Szövetsége által rendezett ünnepség szónoka Vasas Mihály elnök volt. Van olyan, amik már 150 éves szakszervezet is. A vasosok is régebbek, a nyomdászok is régebbek, de általában a 100 fölött, a nagy szakszervezetek azok 100 fölött vannak. Nagyon sok keserűség, nagyon sok bánat. Hát a kezdeti időszakban nagyon nehezen alakult meg, mert akkori miniszter nem engedte a belügyminiszter a megalakulását. Voltak szép napok, amikor szép eredményeket lehetett elérni a bányászoknak, sok mindent ki lehetett harcolni, és természetesen, hogy voltak rosszak is, mint például a rendszerváltás után mindjárt megpróbáltak letakarítani bennünket, de hát nem sikerült. Idősebb szakszervezet bizonyára akad, összetartóbb azonban alig ha.